Legyetek felkészültek, legyetek éberek. Testvérek, erről szól ez a mai üzenet. Légy felkészült. Tegnap délután házat szenteltem egy családnál, akiknek két gyermeke jár a piarista iskolába, egyik iskolás, másik óvodás. És aztán hát meghívtak valamikor január elején, és megérkeztem, és a gyerekek várva vártak. Elkészítették a füzeteiket, a szentképeiket, hogy megmutathassák nem csupán a lakrészüket, a kislány, aki iskolás és furulyás. Listát írt, hogy mit szeretne nekem elfurulyázni. Készen voltak arra, hogy befogadjanak, hogy elfogadjanak engem. Ez a készenlét az, amelyre Jézus ráirányítja a figyelmünket. Készen lenni a vele való találkozásra, a vele való második találkozásra, amelyben valahogy az ítélet jelenik meg. Ez a mai evangélium az ítélet képe. Máté evangéliumnak a végén szerepel. Milyen az ítélet? Valahol a zsidók is az Istennel való találkozást várták, különösen Jézus korában, már a Krisztus előtti 200-as évektől megjelenik az örök életnek a képe a Makabeus könyvekben, illetve abban a Szeptvaginta fordításának korában. De ez a ítélet, ez valami nagyon is rémisztő. Olyan valami, ami égésről, fogcsikorgatásról szól, amit mi magunk is átveszünk sokszor, akár a zenében is. Jézus ítélete egészen más, mint a menyegző. Milyen érdekes, hogy a múlt vasárnap Jézus megkeresztelkedésére figyeltünk, vízkereszt volt, ma meg a többi templomban a kánai menyegzőt olvassák. Jézus nyilvános megjelenésének három nagyon fontos eseménye. A napkeleti bölcsek megköszöntése ott a betlehemi jászolnál az egyetemességet jelenti, aztán Jézus megkeresztelkedése a világgal, közösséget vállaló Istennek a jele, és aztán most a menyegző, amikor ténylegesen kinyilvánítja isteni hatalmát, mert a vízből bort csinál. És milyen érdekes, hogy az első csoda, amit Jézus tesz a kánai menyegzőn, az Isten jele, hogy ki is ő. És a végítélet is erre a menyegzőre figyelmeztet. Testvérek, hogyan várakozunk erre a menyegzőre? Erre hív Jézus életünk során. És aztán akkor, amikor itt a példázat megjelenik, nagyon is a mi készületünkre veszi górcsőre. Hogy állok? Készen állok-e a vele való találkozásra? Elől szól a példázat. A gyerek mindent oda tud adni. Egy lélekkel, egy szívvel valami nagyon fontosra a figyel. Akár karácsonykor, akár egy ilyen menyegzőkor, vagy születésnapkor. Nagyon is képes egy dologra figyelni. A felnőtt már számtalan dolgot vesz magára. És akkor egy picit számító is. A befektetett munka vagy anyagi javak megérik-e? Ő már ilyen méricskélő. Jézus nem így ajánlja a Jézussal vele való második találkozást, amit mondjunk ítéletnek, hanem olyan készület, olyan készenlét, ami a virrasztás által valósul meg, ami ténylegesen az enyém. Nagyon is ott van előttünk a mai kornak a gondolkodása. Hú, ez a példázat, ez valami nagyon önmagának irigykedő öt okos szűzről szól. Mik is ezek a szüzek? Kik is ezek? Ugye abban a korban a lakodalmat így tartották. Megérkezett a vőlegény, nem a mennyasszony, a mennyasszony bent várt. Az esküvői helynek a kivilágított helyiségében. Megérkezik a vőlegény, és őt 10 fiatal lány kíséri. Ez olyan, mint a mennyasszony nálunk, a koszorús lányok kísérik be.
fiatal lányok, itt is 10 év körüli, vagy annál fiatalabb lányok kísérték a vőlegényt mécsessel. A világosság valami nagyon fontos üzenetet hordoztak, megvilágosodott, a döntésre kész vőlegényről szólnak. Ugye a vőlegény itt maga Jézus, a 10 szűz pedig az egyház. Mindnyájan ilyenek vagyunk, akik ezzel a világossággal a készen létünket fejezzük ki, az igazsággal való egyesülésünket fejezzük ki. Ez egyfajta egyesülést jelent. Ez a képi megjelenés. A példázat az nagyon egy dologra figyelmeztet bennünket, nem a körítéssel foglalkozik. Az egy példa. A zsidók tudták, hogy Jézus miért is ezt a példázatot mondja. Valami nagyon fontos üzenet jön át ezzel a képpel. Nekünk nem szabad megakadni azon, hogy mi nem adtak az okosak a olajukból. Nem ez a lényeg. A vőlegény miért nem mondta, ó, bent van annyi fény, mi az, hogy ti nektek nem ég a lámpásatok? Hát gyertek ti is, hát olyan szívtelen ez a vőlegény, a pórult jártakat is. Igazán irgalmas lehetne már. Nem érti a példázat lényegét, aki ilyen akadékoskodóan gondolkodik. Egyet akar mondani, vajon ők készen állnak-e? Mondok egy példát. Másznak a Himalájában. 2 magyar csoport egyszerre indul el. Az egyiknél megfelelő kötélzet van. A másiknál nincs megfelelő kötélzet, hogy a csúcs támadásra elérjenek. És a harmadik táborba jönnek rá, hogy hát nincs megfelelő, adjatok a köteletekből, akkor együtt is föl tudunk menni. Nem tudom megosztani a kötelemet, mert akkor önmagamat veszélynek teszem ki. Nincs elég kötelem. Nem tudok fölérni. Ha emlékszünk, jó pár évvel ezelőtt az Erős Zsolt és a Mécs László ott voltak a Himalájában, a harmadik táborban, csak az Erős Zsolt ment a csúcsra. A Mécs ugyanúgy örült neki. Egyébként Mécs Lászlót tanítottam matematikából, egykoron a pesti piarista iskolába. Képes volt azt mondani, hogy csak te menj föl. Hogy is van ez? Tehát ha a mai példával nézem, nagyon is értem, hogy önmagam életét nem teszem ki veszélynek. Inkább lemondok valami dicsőségről. Így van ez. Készen vagy-e? Mi is az az olaj, amiről Jézus beszél? Hát valami olyan dolog, amit egy életen keresztül megtapasztaltam, és amelyre fölkészültem. Nem arról van szó, hogy adjál a kenyeredből, azt megoszthatom. Adjál a vagyonodból, vagy a földedből, ruhádból, ezt megoszthatom. Ezt a világosságot, amelyről a mai olvasmányban Izaiás is beszél, ezt nem tudom megosztani. Ez az, amellyel én képes vagyok világítani. Hát erre figyelmeztet ma Jézus bennünket is. Éber legyél, készen legyél. Jézus gyakran szól erről, állandó készület, nem valamilyen számítás, hogy milyen befektetés ez, bár az is, hanem egyetlen örömteli döntés, amivel én oda tudok állni a világító egyház közösségébe. És ebbe a közösségbe lépett bele Margit is. Ha Margitnak ezt a világító életét nézzük, akkor mi is kapcsolja őt ide? Ismerjük a történetét, 4. Béla tatárjárás, és aztán menekülés. És amikor romba látja dőlni a saját életét, királyságát, művét, személyes céljait, és mellette az ország életét, feladatát, közösségét, akkor Isten segítségét kéri, ahogy István király is tette országát Máriának a pártfogásába ajánlotta. 4. Béla is ezt tette a saját
életében a születendő gyermekét várandós volt a felesége, amikor 41-ben menekültek a Muhi csata után Dalmáciába, és akkor ott a születendő gyermekét Istennek ajánlotta. Így született 1242-ben Margit, és aztán hazajövetel, ugye kimentek a ilyen-olyan-amolyan politikai érdekből a tatárok, és akkor újra építették az országot, és Margitot a domonkos nővérekre bízták először Veszprémbe, utána pedig a Nyulak szigetén a király kolostort épített Margitnak, illetve hát a domonkos szerzeteseknek. És aztán Margit ebbe az életbe lépett bele. És ebben az életben találta meg a küldetésének világító mécsesét. Az apja és az anyja számtalanszor kívánta Róma feloldását, és keresték Margitot, hogy hát jobbnál jobb kérők jöttek, amelyek nagyon fontos szövetséget jelentettek volna az európai uralkodói házba való benősüléssel, politikai hatalmat. Margit elutasította. Számára a döntés, amit szüleik hoztak, a saját döntésévé vált. És hiába számolgattak a felnőttek, hogy mi jobb, ő nem térült el ettől. Egy célra figyelt. És ez az egy cél az Istennek szentelt élete volt. Az ő életét hűség jelenítette meg. Ez a világosság a hűségben nyert igazi értéket. Ez a hűség mindnyájunk életében komoly erőfeszítést kíván, de óriási lehetőség is. Képes vagyok a szerzetesi életemben, a munkámban, a hivatásomban, a családomban, hitvestársammal együtt hűségben leélni az életet. Bármilyen más javak, amelyeket oda tesznek elém, nem rendítenek meg, kísértésbe ejthetnek, de döntésemet nem változtathatják meg. Ez a döntés a hűségemről, az én világító mécsesemről szól. És ha meg is rendülök, vagy talán rossz döntést is hozok, Jézus újra visszavár ezzel a hűséggel, mert ő hűséges. Tehát nem csupán Margit hűségét ünnepeljük a világító nőben, szerzetes nőben, hanem az Isten hűségét is, aki erőt adott neki, elfogadta őt. A másik, ami ezt a világítást, ezt a hűséget táplálta, az ő szeretete. Szeretetből fakadt áldozatvállalása, országért és önmagáért engesztelt. Fontos dolog, abban az időben önsanyargatással, nem csupán böjtel, hanem korbácsolással, meg cilícium hordással engeszteltek. Ma talán más, hogy engesztelünk, de Margit engesztelt a saját családjának nehézségéért. Gondoljunk bele, nem csupán rossz állapotban volt az ország, újjá kellett építeni, mint a kommunizmus után a felszabaduló Magyarországot is. Ez a nehézség, amit az ő mondjuk úgy nemzetéért vállal, hogy a bűneiből, az eltespettségéből képes legyen fölébredni. Hiszen ismerjük a történetet, Béla szembe került az arisztokratákkal, pontosabban II. András az aranybullával, és akkor a nemesség nem küldött elég katonát, nem fegyverkeztek föl. Volt ebben egyfajta tohonyosság, számítás, hogy kell-e ez nekünk. Ezért is engesztelt Margit az ország a nemzetnek a bűneiért, de a saját családjának a nehézségéért. Tudjuk, ki volt ez a Margit, hát 4. Béla leánya. Az ő nagyapja volt 2. András, akinek a feleségét, Gertrudist megöltük. Vagy legalábbis a lázadó magyar főurak megölték a saját nagyanyámnak a lehetetlen viselkedésére. Egy lehetetlen viselkedés volt a válasz. Ugye Erzsébet, aki nagynénje volt Margitnak. Tehát a saját családomban nehézségekért is, bűnökért is képes vagyok engesztelni szeretetből. Ez az engesztelés az, amely fontos számunkra az imádságunkban, amelyben Margit számunkra is példa. Valahol ezt a Jézushoz tartozásomat ki tudja fejezni. Mi is ez?
felelős vagyok nem csak önmagamért, elsősorban önmagamért, de a másik emberért is. Így áll előttünk ez a Árpádházi Szent Margit, aki hűséggel és engeszteléssel készült a Jézussal való találkozásra. Mi vajon hogyan készülünk erre a találkozásra? Számítóan? Huppá, ezt még megtehetem. Vagy ténylegesen úgy, ahogy az esküvőre készülünk. Nem számítóan, vagy ahogy egy gyerek készül a találkozásra. Ahogy engem várt ez a 6 éves meg 10 éves két gyerek, maguk teljes lehetőségét oda tették, hogy örömet szerezzenek, hogy együtt lehessünk, hogy közösségbe legyünk, és ehhez hozzájárultak a maguk módján. Erre hív bennünket, mindnyájunkat, személy szerint nyeste Pált, de mindnyájatokat, titeket, testvérek, Jézus, hogy ezzel a hűséggel és szeretettel várjuk a vele való találkozást, mint életünk nagyon fontos célját. Amen.